Na sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb Brawl Stars-os videóban, és olyan sokan kértétek még a Minecraft-os videó alatt is, hogy csináljak erről videót az új update-ről, ugyanis kijött tegnap bizony, kijött az új update, és az arcomba is dobta a Star Points-ot, amiről már beszéltünk is, hogy egy új currency lesz, vagy egy új valuta a játékban, ami ugye úgy lehet szerezni, hogy ha 500 trófea felett van valamelyik karaktered, és akkor utána, amikor jön az új season, akkor elbuksz valamelyik trófeát, azt megkapod Star Points-ba, illetve hogyha fejleszted, ugye magasabb szintre tudsz jutni valamelyik karaktereddel, tehát rank 10, rank 15 és rank 20, azt hiszem olyankor fogsz kapni még valamennyi Star Points-ot, és elvileg visszamenőleg is megkapjuk ezeket a Star Points-okat, szóval ha valamelyik karaktered magasabb rankon van, akkor ezt ugyanúgy hogy megkapod. Úgyhogy nézzük is meg, hogy mennyit fogok. Ja, hogy 9900 Star Points-ot kaptam? Oké, azt szerintem az annyira nem rossz. Az annyira most nem rossz. Oké, köszönjük szépen, és eléggé megváltozott itt a játék, ahogyan így betekintést nyerhetünk az új menübe, hát legalábbis itt látjátok, hogy az új currency-t, és az item shop az, ami brutálisan megváltozott, úgyhogy erre rá is lesünk, úristen, hallod, egy kicsit ilyen Fortnite feelingem van, két special offer egyszerre, aha, mert hogy a Star Power itt van, a Band-Aid. Meg fogjuk nézni ugye a Star Power-öket, meg fogunk nézni mindent, ami az update-tel kapcsolatos, végig fogjuk tekerni, úgyhogy ez valószínűleg egy hosszabb videó lesz, úgy készüljetek fel. Nézzük meg, hogy a Philipbox-ból amúgy mi van. Hát valószínű, hogy nem fogunk Star Power-t nyitni ebből. De alright, alright. És ugye ahogyan értelk is, hogy három fog jönni nyáron hétről hétre folyamatosan az új Star Power-ökből. Special offerbe 39-ért lehetne 220 Powerpoint-ot, az nem is olyan rossz. Amúgy egy első ránézés, hogy teljesen jó az az item shop. Nekem adja, főleg, hogy itt vannak akkor egy plusz skinek is. Jó, telepakolták. Hát ezt amúgy régebben is megléphették volna. Ó, tök jól néz ki. 50 ezer! 50 ezer! Mi van? Honnan az izéből, retekből szedsz annyit? Honnan? De várjál! Várjál, itt megkapod a skint is. Tehát konkrétan a skint is megkapjuk. Hagyjad már, hát ez tök jó. Az nagyon jó. Én ezt az Outlaw Coldot, ezt meg fogom venni. Tehát 500-ért hagyjad. Simán. Kinyitottuk Coldot. Ez tudod, hogy rengetegen fogják használni amúgy. 500-ért én azt megveszem bőven. És folyamatosan jönnek majd be ide a Star Shop-ba, és ugyanúgy ezek a skin offerek, ahogyan ugye mondták is, azokat meg lehet majd ugyanúgy szerezni ezekből a pontokból. Nagyon jó, és itt alul ugye mutatja azt, hogyan éppen minél vagy az offereknél, daily deal, skin, ez baromi jó, nagyon jó lett ez az item shop, nekem nagyon tetszik. De hát nézzük is meg a lényeget. Ugye látom, hogy vannak új pályák is, Sunstroke Beach-ból meg fogjuk ezeket is lesni, de nézzük meg az update-et, hogy mik is jöttek benne, elolvassuk végig, hogy mik is vannak pontosan itt. Hú. Rengeteg cucc. Na, nézzük! Nézzük, hogy mi jött be. Summer update has arrived. Megérkezett a nyári update. Ó, igen, boy. Már vártam alapból. Igen, Tick most már bent van? Bent is van? Ne. Ne csesz fel, köszönöm szépen közben a felarkozást. Már be is kerülték, Jézusom, oké, kemény, nem kellett semmit se várni rá konkrétan. Nagyon jó, oké, tehát 4000 trófeánál ménatakja a mini mines, ugye kisebb kis mine-ok, ezeket a ménatakkal el tudja dobni, ugye ezeket a mine-okat, hármat dob el egyszerre, amíg felrobbannak akkor, hogyha az ellenfél rámegy egy ilyen kisebb kis késleltetéssel, követően, azután felrobban, ha rámásznak, szuper atakja a head first, az a, vagy a fej először, amikor is a fejét elindítja, tik, eldobja valahova, és utána pedig egy ilyen követő funkciót indít be, és elkezdi követni az ellenfelet, majd pedig, hogyha elér hozzá, ugye akkor felrobban, de ezt el tudják pusztítani, hogyha ugye lövöldözik ezt a fejet, tehát van egy HP-ja, és hogyha azt szétrombolják, akkor igazából nem fog ugye berobbanni, szóval nem fog damage-elni. Nagyon jó szerintem ez a szuper, ez nekem nagyon tetszik. Maga az otaltak járt, azt mondja, ki kell próbálni, hogy mennyire lesz valid, de hát konkrétan kaptunk egy új throwert, és eddig csak két thrower volt a játékban, úgyhogy yes! Star Power Well Oiled. Ezt igazából nem annyira értem, ugye Tick el fog indítani egy ilyen HP regenerálást magán, két másodperccel előtte. Tehát, hogy így, starts 2 seconds earlier.
Tehát, hogy 2 másodperccel előtte kezdődik. Most nem tudom pontosan, hogy mi lesz ez. 2 seconds earlier, de hogy fel tudja vinni a HP-ját elvileg, ez a star power-je. Ezt így értelmezésbeli dolgokkal, nem tudom, tehát most, hogy később, mert akkor meg az lenne, hogy later, de mindegy. Mindegy. A lényeg az, hogy így néz ki az a karakter, ezt tudja, és hát ugye 4000 trófeánál mindenkinek megvan. Yes! Ingyen karakter. Új Star Power-ök bizony, amiről volt is szó, ugye minden héten 3 új Star Power fog jönni, amiket Brawl Boxokban és Shopban lehet megszerezni. De szerintem ezeket, mert kijött egy 3, akkor utána a jövő héten ugyanúgy megszerezheted azt az előtti 3-at is, tehát már benne lesz akkor a game-ben. Szóval nem kell annyira rárabolni, de meg lehet a Shopból is szerezni. Minden Brawler most már új Star Power fog kapni, és ki lehet választani, hogy még Star Power szeretnéd használni. Ez egyébként volt izén Redditen, így posztként, hogy mi lenne, ha lenne több Star Power. Ugye voltak ilyen ötletek, tehát megint megvalósítottak egy olyat, amit a fanok, a rajongók összepakoltak, és hát most már ugye 2 Star Power lehet, és lehet választani, hogy melyiket szeretnéd használni. Bár szerintem az újak azok erősebbek. Ezeket lehet használni, ugye a Brawler Selectionnél, hogy ott ki lehet választani, amikor ki akarjuk választani azt, hogy milyen karakterrel akarunk menni, ott a Star Power-t is ki lehet. Na, Shelly megkapta a Band Aid-et. Ez lesz az új Star Power-je, amikor is Shellynek lemegy 40% alá a HP-ja, azonnal felmegy full HP-ra az élete. Mindfuck, mi ez? Tehát így gondoljatok bele, 40%-ra levisz egy Shellyt, és puff, vissza a HP-ja. Shelly, aki egy close range-es és rengeteg sebzése van. És 20 másodperc alatt visszatöltődik neki ez a képessége. Szerinted szét fogják nörfölni, mint az állat. Hát ez rohadt OP. Ahhoz képest, hogy ugye lassítani tudod a Super, vagyis a Star Power-jével, ez nagyon OP. Hát megkapjuk a legtankosabb karaktert. Ezek az új Star Power-ök ilyen nagyon epikek. Ez borzasztó. Tehát nem tudom, ti mit gondoltok róla, majd írjátok meg folyamatosan a komment szekcióban, hogy mit gondoltok az új Star Power-ökről, akár így lényegbe menően is olyan Shellynek rossz, vagy Nitának. Nagyon erős. Nagyon erős. A mostanihoz képest így ezerszer OP-b, brutális lesz. Brutális lesz, hogy instant felviszi. Tehát instant, nem is az, hogy elkezd regenerálódni. Hagyjad már, instant, azonnal felmegy. Amikor azt hiszed, hogy meg tudod ölni a Shellyt, aztán nem. Nita Hyper Beer, Nitának a maciának gyorsabban mennek ki az ütései. Konkrétan ütések közötti időtartama az 50%-kal le lett csökkent. Tehát mintha dupla annyival tudna így ütni. Ez sem rossz. Bár a Nitának alapból a mostani Star Power sem volt rossz, amivel hillelni tudja a macit. Tehát ez ilyen körülbelül egálnak mondható. De itt is sokkal atakosabb lesz ezzel a Star Power-re. És azt figyeltem meg, hogy talán még erősebbek lesznek így ezek a karakterek, még inkább ilyen agresszívabbak az új Star Power-ökkel. Itt van Colt, akinek a Magnum Special a következő Star Power-je, és Coltnak a main attack range-e, tehát az alaptámadási range-e, illetve a lövési sebessége 11%-kal növelve lett. Ugye Coltnak az volt, hogy gyorsabban tudott futni, hát most az van, hogy messzebbre tud lőni, és gyorsabban. Oké, hogy 11%, de azért az a range azért az nem rossz, hogy 11%-kal növelve, és még ráadásul az attack speed is. Szerintem ez is jobb, mint a másik, olyan gyorsabban tudod futni. Baromi jó ez. Bullnak a tough guy, amikor Bullnak lemegy 40% alá a HP-ja, kap egy shieldet, ami 30%-kal csökkenti a damage-eket. Jó, oké, én értem, nem rossz amúgy ez sem, de azért hasonlítsuk már össze a Shelly-vel. Hát akkor én már inkább lehet, hogy a Bullra pakoltam volna ezt, és Shelly-re a másikat. Nem mondjuk akkor Bull is úristen, jaj, de szóval de kemény lenne. Nem, ezt a Star Power-t, ezt eltörölném a Genyóba, ezt a Band-Aid-et, ez túl OP. Oké, Jessie-nek a shocki, amikor Scrappy a turret, ugye az a torony elkezd ilyen energy orbokat lőni most már, és ezek ugye az ellenfelek közt is pattogni fognak. What? Tehát, hogy eddig az volt, hogy healelni tudta a turretjét, de most már az lesz, hogy energy orbokat lő a sima lövés helyett, és elkezdek pattogni az ellenfelek között. Egyértelmű, hogy ezt használnám. Ismét. Ez baromi kemény. Jézusom! Képzeld már, 3-an ott vannak, vagy valami, azt mirei közt ugrál. Komoly, oké, okay. Brook. Rocket number 4. Így van.
Brock végre kap plusz egy rakét. Tehát így írja, finally gains one more rocket. Végre, hát annyira gyenge volt Brock. Annyira gyenge volt, de végre kap plusz egy rakétát, mert hát ez annyira, minden karakternek 4 lövési lehetősége van, csak Brocknak nem, úgyhogy végre Brock is megkapta. Nem, senkinek nincsen 4 lövési lehetősége. Ennek itt van. Így van, Brock kap még egy lövési lehetőséget, tehát egy konkrétan 4-et tud kilőni. Szerintetek? Szerintetek? 4 lövés? Hát ez mekkora damage? Hagyjad már! Jó, hát ez is OP. Egyszer Jesse, egyszer Brock, egyszer Shelly. Ez a 3, ez nagyon jó példa. Dynamike, Demolition adds 1000 damage to Mike's super. Plusz 1000 damage Dynamike-nak a szuperjére. Supercell. Supercell, Supercell. Figyelj. Tehát, mi? Mi ez? Mert a másikkal ugrálni tudod, de most aki agresszíven akar játszani, akkor instant ezt fogja hozni. 1000 plusz damage. Köszi szépen. Köszi. Jó lesz a Skull Creek. Ja, hát ezt is erősnek mondanám amúgy. Az, hogy ilyen damage bónuszt kap, ekkorát meg főleg. Bónak a Snare Bear. Most már ahelyett, hogy a knockback kellene, Bónak a trapjei lestunnolják az ellenfelet 2 másodpercre. 2 kicsőszett másodpercre. 2 másodpercre nem tud mit csinálni, mert az ellenfél. A trapbe belemész. Oszta belemélyek több trapbe egyszerre, akkor 6 másodpercre leszek leizélve, stunnolva, vagy mi? Menjen már, azt belemegy valaki, akkor konkrétan szétdarálhat a Bó. Úristen, nagyon nem várom, hogy meglegyen ez. A Bó így is annyira erős volt ezzel a szuperrel, meg vagy Star Power-rel még keményebb lesz. El Primónak a meteorrás, El Primo 32%-os speed boostot kap. 5 másodperc, miután használt a szuperrét. Nem elég, hogy szinte az egyik leggyorsabb karakter, de még 32%-os speed boostot fog kapni, ha elnyomja a szuperét. Konkrétan tökre mindegy lesz most már, hogy a szupert hogyan használod, kilövöd valahol, azt le tudsz kergetni bárkit. 5 másodperc! Fú, ezeket úgy fogják nörfölni, mint az állat. Hát ilyen 2,5 másodpercre azt mondom, hogy oké. Tehát szét lesznek nörfölve ezek a Star Power-ök, mint az állat. Bálinak az extra szóval 140 damage per szekundumot ad a Bálinak az ütéseihez. Jó, oké. Menni fogok Bálit pusolni. 140 sebzés per másodperc Bálinak az összes ütéséhez. Most ha 3-at rádobsz valakire, az ugye stackelődik. Az még azt hiszem, hogy stackelődik, igen, az ilyen, csak a szuper nem. Az úgy komoly. Hát akkor majdnem egy ilyen 500-as boost per másodperc, az is király. Oké. Tehát szinte mindenre amúgy a damage-et tolták rá, mint második lehetőség. Poco, Screeching Solo. Poco-nak a szuperjé most már az ellenfeleket is sebzi, 1200-as damage-en. Csináltak egy support karakterből egy rohadt erős damage-es karakter, mert ugye közben healelni is tud vele, tehát egy így... Jó, oké. Fú, de át fog úristen, de meg fog változni a játék. Jézusom, de agresszívak lesznek az ellenfelek. Rózának a Torny Glows, Róza ütése most már 200 plusz damage-et kapnak, még megvan a szuperje. Jó, mondjuk a szuperjét elég lenörfölték időtartamba, de most már még nagyobbat fog sebezni. Ezt is, inkább ezt fogják vinni azt, hogy mint hogy healelődjön buszban. Most annyira egyértelművé tették, hogy kb. Ennyirevel akkor megfoghatták volna, az törlik az előző Star Power-öket, mert mindegyik jobb szinte, amik itt vannak. A bullshit az egész. Csak most ebből is pénzt akarnak csinálni, hogy vegyétek meg az újat. Ahelyett, hogy kicserélték volna, az kész. Ez olyan, mintha egy új funkció lenne, de senki nem fogja a régeket szinte használni, ezek rohadt erősek. Rikónak a Robo Retreat, amikor Rikónak lemegy 40% alá a HP-ja, akkor 34%-kal gyorsabban fut. Na, hát például ez egy olyan, hogy oké. De amúgy az is 34%, az is nagyon, nagyon sok. És úgy, hogy 40% alatt ott hagyja. Ha most 40% alatt van végig a HP, akkor végig 34%-kal gyorsabban fog tudni futni. Hát jó, amúgy, whatever. Na, ez nem egy akkora nagy super, vagy star power, mint a többi, amit eddig olvastunk. Darylnek a Rolling Reload, de amúgy is erős lesz az. Amikor Daryl használja a szuperjét, akkor azonnal 3 ambort visszatölt. Wow, oké.
Most próbálom elképzelni azt a szituációt, amikor ez nagyon jó tud lenni. Lősz hármat, valaki ellen harcoltál, majd elnyomod a szuperedet, és visszajön azonnal a három lövésed. És akkor azonnal tudsz megint harcolni. Jó. Oké, el tudom képzelni. El tudom képzelni, hogy működhet. Pennynek a Balls of Fire, amikor is a cannonballjai Pennyt alatt a Redből tüzesé teszik a talajt 3 másodpercre, és aki belemegy abba a tüzes talajba, az 400 damage per szekundumos sebzést fog kapni. Tehát másodpercenként 400-as sebzést kap. 3 másodpercre lesz ugye tüzes, úgyhogy akkor 1200 damage. Hát a mostani Star Power-i, ez nem is tudom pontosan. Ja, az a random cannonball-ok, de azokat is nerfölték elvileg. Tehát ahogy mondtam is, hogy nerfölve lesz az tutira. Hát jó. Ez a másikhoz képest úgy köve egál, de lehet, hogy inkább a másikat használnám már, amikor szétrobban. Az lehet, hogy például jobb. Kálnak a Prodigy Pirouette, ami azt csinálja, hogy Kál a szuper közben kevesebb sebzést fog bekapni 30%-kal. Oh. Okay. Jó. Jó, rendben. Ez egy rendi check Star Power. A vége fel úgy néz ki, hogy ugye egy kicsit olyan balanszoltabb üzék vannak Star Power-ök. Szóval a Piper-nek a Snappy Sniping, amikor is Piper, hogy meglő egy ellenfelet, tudatod és a botokat is beleértve, akkor a támadásával ő fele ammót visszatölti azonnal. Aha, tehát hogyha kettőt meglő, akkor például visszajön egy ammója. Jó, de hát ahhoz ugye lőnie is kell. Oké. Végül is egy ilyen reload speed buff valamilyen szinten. Bár ennyire oda is írhatták volna azt, hogy ha meglő valakit, akkor kap mennyi ideig mondjuk egy ilyen reload speed buffot, hogy 30%-kal gyorsabban tudja újra tölteni 3 másodpercig. Szerintem az is még jobban működhetett volna, ez egy kicsit ilyen whatever. Pamnek a Mama Squeeze, amikor is a healing turretje most már sebezni fogja az ellenfelet 300 damage-el. Hát mintha Wolfba lennénk, azt leraktak volna egy ilyen Scorching totemet, vagy még volt a másik, a Magma totem, azt hiszel, azt akkor sebezte újra az ellenfeleket a közelben. Ez nagyon erős tud lenni. Ez nagyon erős tud lenni akkor, hogyha szólóban játszunk, és ugye már late game van, és még bent vannak egy csomóan. Lerakod a bushba, mert általában bush van olyankor, és területén fog sebezni. Ez nagyon kemény. Ez nagyon kemény lesz, ez a Mama Squeeze. Franknek a Sponge, avagy a Sivacs, Frank 1000 HP-t kap. Hát az is komoly, hogy így csak így elkezded a meccset, azt már plusz 1000 HP-d van. Jó van. Bibinek a Betting Stance, amikor is Bibinek a home run-ja fel van töltve, tehát az alsó csík teljesen, akkor el shieldeli magát, minden damage-ből 30%-kal kevesebbet fog kapni. Tehát egy olyan pajzs megy rá. És az így végig? Tehát ha nem használom a home run-omat, akkor 30%-kal kevesebb sebzés? Ez is jó. Mortisnak a Koi Snake. Mortis kap egy dash bart. A dash range-ét 100%-kal megnöveli, amikor felmegy az a csík. 3 másodpercig tart, hogy az a csík felmenjen teljesen. Hogy ugye megvan a 3 dash-je. De 100%-kal messzebbre tud eldash-elni majd. Hú, ezt szerintem nagyon sokan fogják használni Mortis-szál. Ez nem rossz amúgy, ez nem rossz, nagyon nem rossz. De várjál, tehát akkor azzal kap is vajon egy újabb deszelési lehetőséget? Tehát ez egy negyedik deszelési lehetőség lesz, vagy ugyanúgy 3 lesz, csak akkor leszedi ezt is róla. Na, erre kíváncsi leszek. Tarának a Healing Shade, amivel is Tara szuperével megnyit egy újabb ilyen dimenziós portált, és az ilyen árnyék változata Tarának megjelenik, és elkezdi heal-elni Tarát és a társait. Jó, oké, rendben. Jinnek a Pat on the Back, azzal, hogy a csapattársait lövi meg a szuperjével, most már healelni fogja 2000 HP-val.
Képzeljétek el egy olyan gombot szituációt, amikor hárman vagytok egy helyen, ott vannak a társaid, és közelben vannak az ellenfelek is. Tehát még ráadásul be tudod poololni az egyik ellenfeled, de közben healed is a társadat. Zseniális. Vagy mondhatnám azt is, hogy geniális, mint hogy geniális. Na jó, ez nagyon rossz volt. Mindegy, hagyjuk, mert genre kaptuk ezt. Spike-nak a curveball, Spike a kaktuszokból, mi van? Spike from Cactus Grenade, fly in a curving motion, making it easier to hit targets. What? Hajlított izében fog mozogni maga a lövése? Na ezt teljesen nem értem. Ezt teljesen nem értem, mert spikes from cactus grenade fly in a curving motion, making it easier to hit targets. Szerintem az, hogy nem egyenesen fog most már repülni a sima lövése, hanem ugye, tehát mondjuk egy spirálszerű mozgást kell elképzelni, vagy valami hajlítottat, és most már jobban be tud lőni olyan helyekre, ami mondjuk ugye egyenes lövéssel nem lehetne megközelíteni. Például sarkok. Crow-nak a Carrion Crow. Crow most már 100 plusz damage-et fog lőni a támadásával és a szuperjével az ellenfelekre. Ha 50% vagy az alatt van a HP-ja. Az ellenfélnek gondolom, vid. Igen. Szerintem az ellenfélnek, hogy a kevesebb HP-ja van. Ja, ugyanúgy a turretek és a botok is. Akkor ő 100-zal plusz damage-et és a szuperjével is ugye többet fog sebezni. Az jó amúgy. Ez teljesen jó. Ilyen kis kivégzős karakter. Alapból egy assassin ugye Crow, de ez így nagyon, nagyon boostolni fogja neki ezt a képességét. Ez nagyon jó lesz, úristen. Hát ez Crow-ot ez nagyon jól fogja tenni. Így is nagyon jó volt már ugye, hogy elkezdték nerfölni Leont, szerintem teljesen használható volt ugye a buff után is a Crow. Leonnak az Invisi Heal, amikor is, hogyha Leon elnyomja ugye a szuperjét és láthatatlan, akkor 600-zal fog heal-elölni per másodperc. Leon. Köszönjük. Tricknek az Automatic Reload, de vicces. Ticknek a reload speedje az 15%-kal gyorsabb lesz. Hát ugye rövidebbet ír, gyorsabban tud reloadolni majd Tick. Szét fogja dobálni Mine-nal az egész pályát. Na, hát ugye ezek voltak az új Star Power-ök, így egész szépen. És nézzük meg a Star Points-okat. Ugye a Star Points-ok azok az új currency-k, az új valuták, amiket arra tudunk használni, hogy ilyen exkluzív tárgyakat megszerezzünk, mint például a Star Skin-ek, ez ugye, amit most is láttunk az item show-ból, hogy megnyitottuk, és még több tárgy fog majd jönni a jövőben. Szerezzünk Star Points-okat akkor, hogyha ha felvisszük a brawlereinket 10-esre, 15-ösre vagy 20-as rankra, és minden season végén, amennyi trófeát elvesztettünk, annyi hozzá fogunk kapni itt Star Points-unkhoz. Tehát, hogy annyival több Star Points-unk lesz, amit elbukunk. Hát azért amúgy ez eléggé ilyen izé lesz farmolósdi. Tehát nagyon nehéz lesz ezt így összehozni. Most mit tudjam én, hogyha 700 kupán vagy, akkor annak ugye mennyi 25%-át bukod el? Azt hiszem most a season-nél már nem tudom, hogy az 50%-át elbukod az a felettit, az 500 felettit, akkor az 200, az 50%-a az 100. De most, hogyha mindennel mondjuk fentebb tudsz venni, ha nagyon ráfüggsz, akkor mondjuk egy seasonnél szerintem akár 1000 star pointot is össze tudsz hozni, vagy akár többet is, szóval végül is oké, okay, de ez inkább az ilyen veterán játékosoknak szól. Elvileg azt mondták amúgy, hogy könnyebb is lesz 500 kupára pusholni most már. Ezt írták valahol, még nem ebben, de majd meglátjuk, lehet, hogy itt is írják. Nem tudom, hol láttam, talán még az előtti update, amikor írták a star pointot, na mindegy. Igen, és akkor ezeket visszamerőleg is megkapjuk. Köszönjük szépen, mert ha nem kaptuk volna meg, akkor eléggé kicseszés lett volna a régi játékosokkal. Úgyhogy azért kaptam én 9900-at, és akkor itt vannak, ugye rank 10-en kap 100 star pointsot, rank 15-ön 200 star pointsot, rank 20-ason pedig 300 star pointsot. Nagyon jó. Jó, hát ez most már megéri még jobban ráhúzni, hogy olyan magasabb rankra húz. Hát pont ez volt a céluk, hogy még többen függjék a játékot. És akkor itt van, hogy egy remove trophy, egy star points-a legyen lő. Tehát, hogyha egy trófeát elbuksz, ugye a season végén, akkor az egy star points-ot kapsz cserébe érte. És itt vannak a star skin-ek, amik most bejöttek, amiket meg lehet star points-al vásárolni. A gold mecha crow, a knight mecha crow, a gold mecha bow, és itt van 50 000, 10 000, 50 000, majd a light mecha bow az 10 000, linebacker bull 2500, és outlaw colt 500.
Aha, az a ból, az, azt szerintem láttam, az a, az a kék ból. Szóval most jelen pillanatban ennyi Star skin van, majd gondolom a későbbiekben adni fognak még hozzá, azt írták. És hát ugye ennyi a Star Points-okról, szerintem nagyon jó, hogy bejött ez, és így a free-to-play-eknek is tudnak ugye nagyon kedvezni, meg hát akik esetleg nem költöttek skinre, azoknak is tudnak. Tehát így én sem nagyon költöttem skinre, viszont így a kollégám majd tudok ezeket így elkölteni. Szerintem meg fogom vásárolni ezt a light. Hát vagy pedig vagy a Crow-ra, vagy a Bow-ra majd. Majd meglátjuk. Lehet, hogy a Bow-ra amúgy. Megnézzük, és elvileg ugye nem kell így megvásárolni magát a skint. Úgyhogy konkrétan így van egy ingyen skin, ami olyan 150 gem lenne, szóval megéri. És jöttek az új community mapok, és map változtatások is. Gemgrabbe bejött az Acute Angle, és a Snake Cavern, hoppá, majd mit a Cavern Churn, és kivették a Stonefortot, a Flooded Mind, Deep Siege-et, Heisthez hozzáadták a Sandy Gemzet, Beach Cumbers, ugye ez mind ilyen nyári map lesz, Hot Potato, ugye jó neve van, ez tök jól tetszik, és kivették a Bridge Too Far, Twist and Shot-ot és a Forks Out-ot, valószínűleg ezt a retro pályákat szedték ki szerintem, ezek igen azok voltak. Bountyban hozzáadták a Sunstroke-ot, a Burning Sands-et, Shooting Stars-t, a Canal Grand-et és a Bullpen Excel Hideout-ot, Dry Season-t kivették. Ugye hát annyit szedtek ki, amennyit bele is tettek. Brawl Ball-ból kiszedték, vagy berakták a Beach Ball-t, a Sunny Soccer-t, és a Pinhole Punt-ot, Sneaky Fields-et azt kivették. A Siege-hez hozzáadták a Mecha Match-et, a Factory Rush-ot, a Sparring Match-et, Bot Drop-ot kiszedték közben. Shadow-ból hoppá, kiszedték a Passage-et, és visszarakták a Cavern Churn-t. Jó, amúgy én ezt a Passage-et azt nagyon nem éltem, de hát a Cavern Churn sem a legjobb pálya. De jó, változatosság, és egyetértek vele, mert legalább a Passage az így nem lesz bent, és a Cavern Churn, oké. Okay. Visszatért a Cavern Churn! Summer of Robots Event, hamarosan jönni fognak, új main menü háttér lesz, tehát a menü háttérünk lesz, és egy menü zenénk, illetve jönnek a mecha skinek, és jön a strandos environment, tehát ami a pályákon lesz, Brawl Ball, Heist és Bounty-ba. Kár ugye izébe nem raknak be amúgy. Én azt nagyon értem volna, ha hoznak be a Showdown-ra is egy ilyen izé kis strandos hátteret, vagy valami olyan pályát. És az új skinek ugyan Mecha Bow, Mecha Crow, Robon Mike, Robospike, amit már láttunk az előző videóban, ha esetleg nem néztétek volna meg, akkor nézzétek meg, abban benne van ugyanúgy. És itt írja, igen, hogy a játékosok most már sokkal könnyebben fel tudnak menni 500 trófeára minden brawlerrel, 700 trófea után lesz nehezebb haladni a brawlerekkel. Hoppá, hoppá, de ezt nem tudom, hogy oldották meg. Ezt nem tudom, viszont akkor most rá lehet menni arra, hogy grindoljunk trófeákat, hogy esetleg így könnyebb lesz felmenni 500-ra. Kíváncsi leszek, így akkor legalább tudjuk gyűjteni ezeket a Star Points-okat. Jó, oké, benne vagyok, hogy ráállunk valamikor. Megszerezzük az 500-at, meg a többi, és azon felül is megyünk. Penny Star Power lesz be lesz, ugye itt van az, hogy 6 bomba her, most már csak 4-et lő ki. Mondtam, hogy nerfölni fogják, mert nagyon OP volt. És Season Rewardokat most már Star Points-ban kapod meg, token helyett. Ne, most már nem lesz token reward. Hát akkor ez így amúgy valamilyen szinten szívás erről. Ez így jól elsusmákolták, ez egy kis kisbetűs részlet, hogy most már nem fogunk tokent kapni viszont. Season végén. Pedig az úgy mindig volt egy ilyen 8 chest körülbelül, már magasabb trófea szinten. Jó, az mindegy. Jó, akkor Star Points. Jó, kockulni kell hozzá, hogy megkapd azokat, viszont így most már. Siege-ben. Igen, most már 2,5 perces lett a Siege, mint a többi játékmód. Balanszolták a kisebb kis időtartamhoz. Illetve most már kevesebbet fogsz kapni, tehát a jutalom is ugyanannyi lesz, mint bármelyik mérkőzésen. Szóval nem a dupláját fogod bukni, és nem is a dupláját nyerheted Siege-ben. Hát annyira nem Siege-eztem, de majd meglátjuk, hogy így milyen lesz. A Heist-ban a safe-nek az életét felvitték 40.000-ről 45.000-re, mert a Heist játékok sokkal rövidebbek voltak a többi játékmódhoz képest. Azt akarják, hogy még többet kockoljunk! Na, jöttek a változtatások. Új hangot kapott Tara. Tick és Bibi, és kapott Tara egy remodelt, azt meg is nézzük, illetve a shopod azt teljesen ugye átalakították, és az összes skin meg lehet most már vásárolni különböző offerekben, és vagyis hát csak ott lehet megvásárolni, illetve
most már nem lehet ugye a brawler menü screennél külön megvenni. Oké, hát mondjuk nem is használtam nagyon ezt a funkciót, csak ha le volt árazva, akkor gondolkoztam el azon, hogy megvásároljak valamilyen skint, és a Starpoint offerek azokat most már hozzáadották ugyanolyan shophoz. Na, jól van. Voltak itt a bookfixek, Bibinél, Karnál és Dynamite-nál. Oké. Nézzük meg, hogy mik is vannak akkor most a játékban, nézzük meg, hogy milyen pályák jöttek be először, utána megnézzük ugye Tarának a remodeljét. Ezek lesznek itt a Snake Cavern egyszer, az Acute Angle. Oho, hát ezekben még szerintem az a retrós izék vannak. Igen, még ezek a retrósak, ugyanúgy, de ezek bejöttek, és lehet, hogy a crosscut is volt. Szerintem még ez is abba tartozik, bár nem biztos. A Showdownból ugye bejött a Caverncher. És ugye kivették a... Oh, régi emlékek! Jajhaj! Jaj, de jó lesz kevőcsön a játszani! Jó, mondjuk a izéknek, close range-eseknek nagyon jó pálya. Itt van a Hot Potato, ami bejött helyszre. Kíváncsi leszek ezek, hogy néznek ki. Beachcumbers. Wow, az de jól néz ki. Sandy Gamps. Úgy tetszenek ezek az új helyszt pályák. És akkor itt pedig a Canal Grande, azt hiszem volt egy ilyen Shooting Star. Egyszer, nem tudom, hogy a Snake Prairie, nem, ez már volt alapból. Sunstroke és a Burning Sands. Jól néznek ki amúgy. A Brawl Ballba bejött a Beach Ball, a Sunny Soccer. Ezt élni fogom nagyon. Igen, Siege-be pedig ugye semmi nem történt. Jól van. Hát akkor konkrétan ennyi. Nézzük meg, hogy néz ki a Brawler menünk esetleg. Nézzük meg, hogy néz ki például az új karakter is teljes egészében. De jó hangja van. Á, nagyon jó, amúgy jól néz ki ez a karakter, jó az animációja. Kíváncsi leszek, hogy mennyire lehet majd használni, mindjárt meg is nézzük őt is. És akkor a tarát lesem még meg, hogy néz ki a remodelje. Hoppá, hoppá. Oké. Okay. Hát, sok változtatást nem kapott. De amúgy... Jó van. Hát jó, hogy a személynél főleg. Meg itt is ugye az ikonján is változtattak egy picikét. Megnézzük a ticket. Megnézzük először a ticket, hogy milyen amúgy. És majd utána lesz erről még videó külön. De lecsekkolom, hogy hogyan pontosan milyen is a képessége, vagy hogyan lehet vele lőni. Oh! Aha, tehát az elején az nem olyan gyorsan... nagyon szétválnak ezek a májnak amúgy. Nem számítottam erre. Hát oké, okay. Tehát nagyon-nagyon szétválnak ezek a májnok. Nem feltétlenül tudunk majd besebezni ugyanúgy, és elég gyorsan szétrobban. Tehát erre... Most figyelj, tehát lerakom én ezt valahova. Ahhoz, hogy ő belelépjen akkor, meg elkezdem mondjuk spammelni magam alá, mert hogyha le akarnának követni, akkor lesz még nagyon jó az a karakter, ha követnek, és akkor így mögöd, magad mögé dobod. De elég lassan jön le. És akkor nézzük meg a szuperjét, hogy mennyit is sebez pontosan most. Észre is vette az ellenfelet, és 2000-et ráront. Szerintem nem lesz egy annyira erős karakter jelen pillanatban. Nagyon meg kell találni rá azt a pályát, ami jó lesz. Ugye, hát azok a pályák, ahol a throwerek jók voltak, úgy gyakorlatilag azokon fog tudni érvényesülni. De nézzük meg, hogy például most Shelly-vel ugye itt mutatja, hogy megvan ugye az egyik Star Power-em, és itt lenne a másik, amit ugye meg lehetne vásárolni. Ez brutális. Tehát ez nagyon kemény. Ez nagyon kemény, én azt mondom. Nézzük meg a skineket is, ugye? Amik elvileg jöttek, meg ugye most már itt nem lehet kiválasztani a skineket, hanem csak megvásárolni lehet. Megnézzük ezt is a shopban, hogy mik vannak. A PowerPoint-ot szerintem azt meg fogom majd vásárolni, és valamire eltolom, még nem tudom pontosan. Itt vannak a különböző offerek is. Szerintem az item shop az baromi jól néz ki. És a gold meg a crow, hát ezt mindjárt megnézem. És tényleg meg lehetett ennyiért vásárolni. Szóval akarom nézni. Nagyon kíváncsi vagyok. Hogy milyen maga a képessége. Oké! Ez nagyon jó! Iszonyat jól néz ki! Hohoho! Ez a gold meg a crow! Atyaii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 
van, meg külön adtak hozzá. Ú, ez nagyon jól néz ki. Ez nagyon jól néz ki. Jézusom, és majd az új Star Power-rel még pluszba. Azt a mindenét. Hú.
Na, hát srácok, ennyi is lenne ez a új update. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha tetszett, akkor jelezzétek egy lájkkal, és iratkozzatok fel a csatornára, nem szeretnétek lemaradni a következő tartalmakról. Megnézem még a koldot, ugye, amit megvásároltunk skint, hogy ez hogyan is néz ki, ez az Otso skin, ugye 500-ba került. Hát annyi, hogy talán nem olyan feltűnő ezzel a színnel. Nem egy nagy vászis, de az ugye nem kapott különböző effekteket, meg ilyesmi, egyszerűen csak a ruhája más színű, és ennyi. Tehát, hogy ez így 500-at ér, de azok a nagyobb skinek azok elég tetszetősek, úgyhogy lehet, hogy rá fogok utazni valamelyikre, mondjuk a bow skinre meglátjuk. Szóval köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, következő videóban találkozunk, és írjátok le a komment szekcióba, hogy mit gondoltak erről az új update-ről, az új skinekről, erről a Star Points-ról. Szerintem egy baromi jó update lett ez a nyári, csak hát azokat a Star Power-okat, azokat rendesen azért balanszolni kell, mert van egy-kettő nagyon erős közte, és nagyon brutálisak lesznek úgy azok a karakterek, ha megszerzitek hozzá. Még el is lehet akár gondolkozni azon, hogy 169 gemér, pedig az a Band-Aid az nagyon durva lesz, az nagyon durva Shelly-nek. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, srácok, hogy itt voltatok, na, sziasztok!